Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Most egy nagyon érdekes videóval készültem nektek, ugyanis régebben vettük már összehasonlítás jelleggel egy kalap alá a laptopokat és az asztali PC-ket. Én úgy gondolom, hogy most így 2018. augusztusára eléggé kiéleződött ez a viszony, ez a különbség, hogy mit jelent laptopot venni egy adott keretből, és mit jelent asztali PC-t. Főként játékokra, nem csak a játék teljesítményre gondolok, hanem az egyéb hardware igényes felhasználásra is. Én mindig is hangsúlyoztam, hogy laptopot csak azok vegyenek, akiknek nagyon elengedhetetlen mobilitás, és azért kell gyakorlatilag egy számítógép, vagy egy táblagép, vagy bármiféle hasonló, hogy azt bárhol, bármikor könnyen magukkal vihessék, hogyha olyan feladatot kell ellátnia a gépnek, hogy elengedhetetlen, hogy azt hordozni, vinni kell mindenfelé. Máskülönben semmi értelme nem lesz a laptopnak, higgyétek el. Egy nagyon jó példával jövök most a videóba. Ami a szomorú, hogy privátban is vannak olyan megkeresések, hogy szeretne laptopot, vagy nem lehetne inkább laptopot, és nemrégen jártam én is frissen utána a jelenlegi laptop helyzetnek. Először is, ami óriási nagy baj szerintem, lehet hülyén hangzik, hogy bődületesen nagy a laptop kínálat, tehát már csak az Asusokat veszük, mert akkor is millió egy modell van, és a többi gyártót, a Dell-t, a Lenovo-t, stb. Veszük, akkor mint égen a csillag annyi laptop modellt látunk. Különféle árkategória, persze van a 100 000-es kategória, van a 200 000-es, és így megy fölfelé. És ki a büdös franc tudja ezt eldönteni, hogy már mi a különbség, melyik mivel jobb a másiktól, meg van x millió számú modell ugyanazzal a felszereltséggel, és gyakorlatilag van különbség, vagy nincs különbség, most melyiket vegyük, és akkor a felfordulás, hogy gyengébb teljesítmény laptopot simán látsz 50 meg 100 ezer forinttal drágában is, mint a komolyabb teljesítményt, vagy az azonos teljesítményűt. És hogyha ugrálunk a gyártó között, például Asus, VS, Dell vagy HP, akkor még ez még tovább fokozódik. Szóval óriás nagy kavalkád van, minden laptop rohadtul túlárazott, rohadtul gyenge, ezt úgy higgyétek el, ahogy van, az asztali megfelelőjéhez képest. Persze, hogyha valaki vesz egy, mit tudom, félmilliós laptopot, és látja, hogy már azon már szépen futnak a játékok, az új játékok, maximum beállításon, mit tudom én, 45-60 FPS-sel, akkor se legyenek téveszméink, az asztali PC-en sokkal kisebb pénzből is nagyon jól futna. Elkezdtem végignézni a laptopokat 200 000 forint környékén, és ezt a modellt találtam, ami még a legjobbnak számít. Ennél sokkal rosszabb alternatívák voltak minden gyártó alatt, olyan 230 000 forintig bőven. Tehát még ennél drágábban rosszabbat is lehetett volna venni, de jobbat semmiféleképpen nem. Legtöbb laptop azon vérzik el, hogy vagy kap egy i5-ös vagy egy i7-es processzort, ez úgy alap, kivéve 200 000 forint környéki még i3-mal is találkozunk, attól függ, melyik modell. A következő érvágás, hogy nagyon sok modellt 4 GB RAM-mal szerelik, tudjuk, hogy játékokra 8 GB RAM elengedhetetlen, ez teljesen lehetetlené teszi a játékélményt, lehet, hogy valamelyik játék el sem fog futni, ha nincs meg a 8 GB RAM. Ezt előszeretettel szeretik nyomatni 200 000 forint környékén is, hogy 4 GB RAM-mal szerelik a laptopot, tehát nem értem, hogy egy 150 000 forintos és egy 200 000 forintos laptop között miért nincs legalább egy ilyen RAM-beli különbség, tehát 150-ért is kapunk már ilyet, hogy i5-ös processzor és 4 GB RAM. A következő érvágás, hogy integrált videókártyával adják, gyakorlatilag bőven 200 000 forint fölé ismertünk az árral az összes laptopot, nem tesznek bele semmilyen videókártyát, így integrált videókártyával csak nagyon minimális játék élményünk lesz, még akkor is, hogyha Intel Core i7-es processzorunk meg lesz, és a 8 GB RAM-unk. Ennél a modellnél van valami kis dedikált videókártya, tehát egyáltalán nem komoly, ezért is nagyon elszomorító a helyzet, hogy 210 000 forintért még mindig ez a
legjobb modell játékra és egyéb felhasználásra. Tényleg átnéztem az összes laptopot jelenleg, és mindössze egy GeForce 920 MX kártyát kapunk. Már a számozásból is lejön, hogy az a 920 az nem egy nagy videókártya, tehát ugye van a 950, a 1050, 1050 Ti laptopoknál is. Ez egy ilyen nagyon belépő szintű picike, gyenge teljesítményű kártya lesz. Ugye ami még fontos, az az 1 terabyte HDD, ugye Full HD kijelzővel adják, és 1 terabyte HDD, ami 7200-es, tehát nagyon sok laptop még 5400-es HDD-vel van felszerve, ami baromi lassú, pláne laptopnál. Elalszunk, mire betölt a Windows gyakorlatilag, meg elindul valami a laptopon. Ugye sok laptop már SSD-vel is szerelt, azt sajnos itt nem kapunk, még picike SSD-t sem, úgyhogy ezt a luxust is mellőznünk kell 200 forintból. Most ezzel szemben a jelen árérték helyzet szerint már bőven 200.000 forint alatt ki lehet hozni egy olyan konfigot, amin a mai játékok gyakorlatilag maximum grafikán futtathatóak olyan 45-60 FPS-sel, attól függ melyik cím, de egy ilyen átlagot ki lehet jelenteni. GTX 1060 3 GB-ot már lehet kapni 73-74 ezer forinttól, most az MSI GTX 1060 nagyon jó árban, ráadásul nem is az egy ventilátoros, tehát ennek már elég jó a hűtése, egy két ventilátoros változat, ez bátran veheti mindenki. i3 8100-at, ami i5 7400 szintet tud. Kicsivel 30.000 forint alatt meg tudsz venni, ez választasz egy jó kis lapot, H3 10-es már van 20.000 forint környékén, 8 GB RAM, ugye tápegység, HDD is már potonára van 12.000 forintú, egy 10.000 forintos gépház. Olyan, ezeket elsorolom, mert is láthatjátok, hogy azért bőven meg lehet maradni egy asztali PC-nél, egy jó PC-nél 200.000 forint alatt, és szerintem keveset mondok azzal, hogy ez a gép háromszor többet tud, mint az a legjobb laptop, amit úgy vadáztam ki a többi még rosszabb közül játékokra, és akár egyéb felhasználásra is. Itt azért óvatos vagyok, mert azért az a ilyetes processzor, mégiscsak ilyetes processzor, tehát azért egy 8100-ra nem mondom azt, hogy háromszor többet tud. Viszont a játék teljesítménynél a kellően erős processzor és a GTX 1060, tehát 980 szint alulról súróval lesz a mérvadó, így a laptopnak az a 920-as grafikus kártyája labdába se fog rúgni. Ugye tudjuk, hogy 950 alatt van, tehát a laptop 950 lenne, még az is gyengébb, mint az asztali 950, és hol van az asztali 950-től a GTX 980-nak a szintje, szerintem mindenki tudja, hogy sehol sincsen. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!